A hagyományokat követve idén is közös koncerttel indította a Salgutarjáni Majálist a Bányász Kohász Fúvószenekar a Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekarával. A Dolinka pihenőparkra már reggel ki lehetett volna tenni a megtelt táblát május 1-én. A jó idő és a gazdag programkínálat rengeteg embert kicsalogatott a szabadba. A fúvós koncert után gyermeknéptáncosok bemutatójával, majd a közönséget bevonva május falati táncházzal folytatódott a program. A majálisozókat ezt követően Fekete Zsolt polgármester köszöntötte, majd a kitelepült intézmények képviselői invitálták standjaikhoz az érdeklődőket. A színpadi programokkal párhuzamosan bemutatót tartott a Simon Kutya Iskola. Programjuk végén nem maradt el a barátkozás sem a kutyusokkal. Nem hiányozhatott a kínálatból az ugrálóvár, és népszerű volt a gyermekes családok körében a kitelepült gyermekjátszóház. A játékos, furfangos, csodavilág elnevezésű programot még élvezhetőbbé tette a jó idő, hiszen a legkisebbek is szabadon mozoghattak a fűre lerakott pléreken. A régi dolinkai majálisok hangulatát idézte, hogy már korán elfoglaltak minden szabadtéri főzőhelyet, széles volt a kínálat virsliből, sültekből, részt vettek a vendéglátásban a politikai pártok is, ki csurgatós kenyeret, ki gulyást kínált a standokhoz látogatóknak. A munka ünnepén több sátorban is jelen voltak a szakszervezetek. Természetesen a május 1-e a dolgozóké, mi sajnos a bánya szakszervezet tagjai, akik itt jelen vagyunk, már nem tudunk munkavállalóként itt jönni, de emlékezni a régi bányász időkre nagyon szívesen, rengeteg kolléga van itt kint, örömmel idézzük fel azokat az időket, amikor még igazi május 1-e volt, virsli, sör, mustár és a bányászadomák szóról-szóra, szájról-szájra jártak. Kitelepült a majális a Salgutarjáni Katonai Toborzó Iroda. Az érdeklődők itt munkáról, tanulási lehetőségekről kaptak információkat. A honvédség keretein belül több csatornán tudnak bekerülni, továbbtanulás, illetve munka lehetőséget is tudunk biztosítani, illetve tudunk még munka mellett, vagy tanulás mellett kiegészítő fizetést is biztosítani. A Vöröskeresztes sátorban ingyenes szűréseket lehetett részt venni. A Rákliga helyi szervezete pedig a Májva Virág ponttal közösen készített közvéleménykutatást. Most ezt a felmérést azért csináljuk a Májva Virágponttal, hogy tisztában legyünk, hogy a lakosságnak milyen információja van erről a betegségről, amelyben egyetlen nőnek sem volna szabad meghalnia. A Salgóvagyon szintén évről évre kitelepül a majálisra. Ma két dologgal készültünk, egyrészt összeállítottunk egy totót, ami Salgótarjáról, távhőszolgáltatásról szól. Ezt ajánljuk kitölteni mindenkinek. Illetve van egy tartozás rendezési akciónk, amiről kapcsolatban tájékoztató anyagot hoztunk. Állunk a lakosság közületek rendelkezésére. Adornyai Béla Múzeum a programjait és saját kiadványait kínálta. Vannak régebbi kiadványaink, nagyon kedvező áron hozzá lehet jutni, illetve gondoltunk gyerekekre, gondoltunk nagyszülőkre, akik már vásároltak is nálunk az unokák számára, és hát próbáltunk igazodni a jelenlévő kínálattal a múzeumnak a kiállításaihoz. A Balassi Bálint megyei könyvtár különleges kiadványait hozta el a bemutató standra. A Balassi Bálint megyei könyvtár különlegességeket hozott ide a majálisra. Helyismereti gyűjteményünknek a kuriózumait, azokat a könyveket hoztuk el, amelyek egyedi értékűek, első kiadásúak, gyönyörűek, és hát reméljük, hogy sokan fogják majd forgatni. A majálison gyakorlatilag folyamatos volt a színpadi programkínálat. Volt harcművészeti bemutató, fellépett Bohács István, nótaénekes, Zoltán Erika, Soltész Rezső, Wolf Kati, valamint a Kozmix. Nékem olyan asszony kell, ha beteg is kelljen fel. Yeah.
a házban, kezeket föl! Kozmix a házban, egy sikítás! Gyerünk, gyerünk, egy! Gyerünk, gyerünk, kettő! Gyerünk, gyerünk, egy! Egy, két, két, három! Kozmix a házban, döngel a ház, itt mindenki őrült ritmusát! Kezelet, kezelet, előtt a lesz ez Sami Hors reggelt kör! Egy kis állé, tombol a ház, itt Dominika makarod a hideg rád! Mondd, te is, ki van a házban? A Kozmix miután befejezte koncertjét, Lányi Lala még szólt a közönséghez. Megjegyezte, hogy a Dolinkában tapasztaltak alapján nem hiszi el, hogy Salgótarján a legszomorúbb megyeszékhely. Majd közös, nagy, mosolygós fotózásra hívta a közönséget. Sorra érkeznek a vendégek a tarjáni gyermektáborba. Ők valamennyien a második kávészünet nemzetközi kreatív fesztivál miatt utaztak közelebbről vagy távolabbról Salgótarjánba. Május 10-e és 12-e között színes és kreatív programok vártak a fesztiválozókra a Kreatív Kávézó informális csoport szervezésében. Az első találkozások a szervezőkkel, az utolsó simítások a tábor területén, majd közös vacsora készítés. Pénteken az ismerkedésé, a jó beszélgetéseké és a közös nyársalásé volt a főszerep. Az alkotás, ami minket összeköt, de szeretném, hogyha ez a hétvége ennél sokkal többről szólna, egy felejthetetlen beszélgetésről, egy jó nevetésről, közös kávézásokról, az új ismerettségekről, barátságról, közösségről, összetartozásokról. Közben ismerjétek meg városunk, megyénk páratlan értékeit, a fesztiválra érkező kulturális fellépők és a bemutatkozó értékteremtő szervezetek kézműves közreműködésével. A fesztivál fő alkotói napja szombat kora reggel nyílt. A rendezvény ötletgazdájának és főszervezőjének köszöntőjét követően a fővédnökök üdvözölték a látogatókat. Meg kell találni azt a pontot, hogy hol tudunk egy kicsit nyugalmat találni, hol tud a lelkünk egy kicsit megnyugodni, és azt gondolom, hogy a kreatív alkotás ez pont egy ilyen dolog, és hogyha mellette meg társul azzal a közösségépítő szellemmel, aminek itt most példát tudunk adni, akkor azt gondolom, hogy a kettő együtt ez fantasztikus élményeket nyújthat. Fekete Zsolt polgármester mellett dr. Szabó Sándor kormány megbízott is a közösségi lét és a szabadidő tartalmas eltöltésének fontosságát hangsúlyozta. Az ember minőségi életét az határozza meg, amikor már el tudja hagyni azt valóban, hogy az anyagiak után kapar, hogy rohan, és gyűjti a vagyontárgyakat, és olyan életet él, amibe bele van kényszerítve. Nem. Mikor már a hobbinak él, mikor már annak él, hogy a szépség, az alkotás, valamit tenni, valamit csinálni, valamiben csak úgy gyönyörködni. Hát én azt hiszem, ez a csapat erről szól. A rendezvény létrejöttét sokan támogatták, volt, aki alapanyaggal, mások a szervezés zökkenőmentes kivitelezésével segítettek. Hello to everybody, I'm happy to come here from Italy. Mónika Parutta mesteralkotó egészen Olaszországból érkezett Salgótarjánba, hogy részt vegyen a fesztiválon. A térség kulturális értékeinek bemutatkozási sorát méltó módon az Ifjú Nógrád és a Dűvő nyitotta, de tucatnyi előadó mutatkozott be a színpadon a nap folyamán. Mellettük a megye legjelentősebb kézművesei is felsorakoztatták portékáikat a több száz látogató számára. A szövetnek a rostjaiba a festéket. Rendben? Mindeközben egy teljes nap állt az alkotni vágyók rendelkezésére, hogy kipróbálják a különböző kézműves technikákat. Abból is amennyit akarok kidolgozom, itt ugyanúgy mellé megyek. Többek között különböző tárolódobozok, képkeretek, papírfonással készült dísztárgyak, kulcsos szekrények, mixmédia képek készültek az alkotópontokon. A foglalkozásokat a Kreatív Kávézó csapata vezette. Nálunk egy fantasztikus akrilfestékes doboz készül, egyszerre többszínű akrilfestéket használunk. Az a lényeg a mi dobozunknak, hogy hogyan tudunk az elég élénk színű akrilfestékekkel egy ilyen igazán finom, elegáns doboz csinálni, egy kis dekopásodással, egy kis szalvétatechnika, ugye.
És hát utána a végén egy csodálatos mászhatású púringakkal lakkozunk, amitől egy ilyen kis ékszerdoboz lesz az egész. Ebben a mintadarabban bemutatjuk az alkotóknak a rozsdásítást és a repesztést. Különböző módjait mutatjuk be nekik, és ilyen barnás színeket használunk, ezüstös, bronzos színeket is használunk mindenki, amilyet neki tetszik, és mindenkinek másmilyen készül, mert mindenki a saját akarata szerint változtatja, hogy neki ez hogyan tetszik, de mindenki ugyanolyan szép lesz. Oda bele a mintába. Úgy. 15 különböző helyszínen festhettek, ragaszthattak, dekupázsolhattak, gyúrmázhattak az érdeklődők, minden generációt képviselve. Többen már visszatérő vendégként érkeztek a táborba. Fantasztikus, hogy azokkal, akik tavaly is itt voltak, egyszerűen ölelkezünk, találkozunk, egyszerűen minden szuper. Nagyon sokszor rajzolok, meg van, amikor, hogyha anya megengedi, festek. És miért szeretsz alkotni? Hát... Azt még én sem tudom. Nagyon sajnálom, hogy tavaly az elsőn nem tudtam részt venni, és most, most muszáj volt jönnöm. Hogy segítsek kinyomni, vagy megpróbálod? Megpróbálom, persze. Felülről. Ez itt jó. Megfogod itt, és akkor nyomni. Tavaly találkoztak először ilyen formában ezek az alkotók. Korábban csak az interneten keresztül, online kézműves foglalkozások keretében tartották a kapcsolatot. A kreatív kávézó informális közösség tagjai döntöttek úgy tavaly, hogy szeretnék egymást megismerni, és itt Salgótarjánban adtunk helyet az első kávészünet találkozónknak, amit idén egy kicsit nagyobbra álmodtunk, és egy háromnapos nemzetközi kreatív fesztivállán nőtte ki magát, ahol nem csak a helyi lakosok képviseltetik magukat. Az ideérkezők, mivel az ország különböző pontjairól, illetve külföldről is érkeztek, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megismerjék közelebbről Salgótarjánt, illetve a Nógrád megyei értékeket, látnivalókat, és hogy itthon érezzék magukat nálunk. Ezt majd nem fogjuk festeni, egy olyan 3-4 cm levegőt, a helyi alkotók mellett az ország legnevesebb hobbi művészeivel is lehetőség nyílt a közös kreatívkodásra a tábor különböző helyszínein. Élvezett olyanokkal találkozni, akiket nagyon sokáig csak névről ismertem az internet világából, és tényleg mindenki nagyon-nagyon kedves, közvetlen volt. Azt mondták, hogy jól érezték magukat, én nagyon bízom benne, hogy ez tényleg így is volt. Próbáltam olyan információkat átadni nekik, amikkel aztán később más technikákat is tovább tudnak csinálni. A szombati kreatív kavalkádot követően vasárnap rekordot döntött a csapat, több mint 100-an alkothattak együtt egyszerre egy műhely foglalkozás során. A közösség nevéhez hűen kávétároló készült az összetartozásuk jeléül. Ez volt ugyanaz utolsó dekoráció, ami a fesztivál keretében elkészült, de a csapat az élő videós közvetítések során hétről hétre újra találkozik majd a jövő évi fesztivál megrendezéséig. Magyarországon elsőként a Salgótarjáni József Attila Művelődési Központ akadálymentesítési rendszerébe építik be az úgynevezett Eurokulcs zárszerkezetét. Az erről szóló megállapodást ünnepélyes keretek között írta alá a program koordinátora a Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ igazgatójával. Ennek a aláírásnak nagyon nagy jelentősége van az önálló életvitellel kapcsolatban és a mozgáskorlátozottak önrendelkezésével kapcsolatban. Ez az aláírás azt jelenti, hogy Salgótarjánban valósul meg az országban elsőként egy olyan hely, amit a mozgáskorlátozottak akadálymentesen saját akaratukból, saját eszközükkel, kulcsukkal tudnak majd akadálymentesen használni. Ez a József Attila Művelődési Központban, a mai nevén a Rendezvény és Média Központban a Hello Café felé vezető lépcső járó szerkezetben lesz beépítve. Balogh Katalin hangsúlyozta, hogy kiemelt feladata az intézménynek az önszerveződő közösségek segítése. Én úgy gondolom, hogy a feladataink közé tartozik az is, hogy minden olyan kezdeményezésben partnerek legyünk, amelyek a salgótarjániak életét jobbá teszik, azoknak az életét egyszerűbbé
élhetőbbé, akik valamilyen akadályoztatással együtt élnek. Én örömmel írtam alá ezt a megállapodást, nagyon örülök neki, hogy megszületett, és bízom benne, hogy az eredményét minden olyan salgótarjáni élvezheti, akinek erre szüksége van, és remélem, hogy mindenkinek könnyebbé tesszük a mindennapjait ezzel. A határok akadályok nélkül elnevezési uniós program egy egységesített zárrendszer európai elterjesztését tűzte ki célul, melyhez minden mozgáskorlátozott egységes kulcsot kaphat. A program megismertetését, elterjesztését, a rendszer kiépítésének segítését szlovák partnerrel közösen vállalta a Nógrádi Szervezet. Az elmúlt egy évben Magyarországon mintegy 100 rendezvény szolgálta ezt a célt. Emellett az Egyesület megkezdte a Nógrád megyei közintézmények, benzinkutak, ifjúságot és időskorúakat szolgáló létesítmények akadálymentesítő rendszereinek felmérését. Úgy gondolom, hogy elhintettük a magot Magyarországon, amelyik remélem, hogy majd a égigérő passzújjá fog növekedni, és egyre több helyen lesz ilyen szerkezet Magyarországon. Hamarosan egy telefonos app-rendszer is fogja segíteni, ahol be lesznek azok a helyek jelölve, ahol ezt a kulcsot már lehet használni Magyarországon. A fegyver betározva indulhat a lövészet. Az ország legjobb általános és középiskolás, valamint felnőtt sportlövői versenyeztek a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban. Az országos bajnokság döntőiben az iskolások és az első Salgó Kupa légfegyveres bajnokság 6. fordulóján a felnőttek is a legjobb teljesítményt próbálták kihozni magukból. Az általános és középiskolások 20 lövést lőnek, fiúk, lányok, puskával, pisztolyan, mindenki a maga korosztályának. Megyei feljutásos rendszerben lehet eljutni az országos döntőre. A megyei bajnokságokon 500 fölötti indulói létszám volt, ebből 303 gyermek nevezhetett az országos döntőre. Én nagyon szeretek versenyt, nagyon szeretek lőni, a lövéssportot nagyon szeretem. A nagy múltra visszatekintő Salgótarjáni lövészet eddigi legjelentősebb eseményén nyílt és zárt irányzékú légpuska, valamint légpisztoly versenyszámban mérték össze tudásukat egymással és a céltáblával a sportolók. Az első, 8 lövésem szerintem nagyon jól sikerült, a szórásképem is jó volt, csak 9-esek és 8-osok. Utána sajnos sikerült lőnöm egy 6-ost, ennek nagyon nem örültem, mert ez az egész sorozatomat elrontotta. Nagyon kell figyelni a beállásunkra, és legtöbbször azzal tudunk a legjobban, például, hogyha balos a szórásunk, azzal tudunk a legjobban állítani a szórásunkat, hogy nem a fegyver irányzékát állítjuk, hanem az állásunk pozícióját, mert az egész testhelyzetünk megváltozik, és ezáltal problémákat küszöbölhetünk ki. Az az igazi. A kétszeres világbajnok és olimpikon salgótarjáni születésű sportlövő Papanit Zoltán is kilátogatott. A sportlövészet a legegyszerűbb sport. Innen kell lőni oda, és mindig csak a közepét. A nehézségek ott kezdődnek, amikor önmagával kell megküzdeni az embernek. Én világ életemben a saját adrenalin szintem ellen küzdöttem, hogy a versenyeken ne érezzek versenylázat. Attól befátyolosodik a tudat, kevésbé tud koncentrálni az ember, nem finomak a mozdulatok. Természetesen tehetségre is szükség van hozzá, de a kitartó munkával nagyon sok tehetséget lehet pótolni. A sportlövészetben nagyon fontos a higgadtság és a jó állóképesség, hiszen csak így lehet igazán pontos találatokat leadni. A megmérettetésen a mozgáskorlátozott versenyzők is hódolhattak kedvenc sportáguknak. A Magyar Sportlövők Szövetsége és a Salgótarjáni Sportlövész Egyesület két napos bajnokságán a salgótarjáni versenyzők is jól szerepeltek. A 40 lövéses légpisztoly ifjúsági korosztályában a Vlaszács Tamás bronz, míg Kaspár Gyöngyvér ezüstérmet szerzett. A
lassan két év után már egyre jobban megy, már a 90-eket úgy meglövöm edzésen, versenyen még 80 az minimum. Itt is jó lenne azért egy 90-et, 92-t meglőni. Mielőtt versenyre mennénk, edzésen általában nagyon rosszat lövök, de kritikán alul itt általában. És itt meg versenyen néha jobban megy, néha rosszabbul. Előtte szoktam nagyon izgulni, valahogy amikor ott vagyok közben, nem igazán izgulok. Találataim, hát volt jobb is, kevésbé jó, ez ilyen 5-ös, 6-os, több 7-es, 8-es és 9-es volt, 1-2 10-essel. A felnőttek legtöbb 60 lövéses légpisztoly számában, a hölgyeknél a Budapesti Honvéd Sportegyesület versenyzője Tóth Anikó, míg az uraknál a 100 halombattai lövészklub sportolója Kéri Attila nyert. A 60 lövéses légpuska versenyszámban pedig a zalaegerszegi TL lövésze Somogyi Péter diadalmaskodott 4 fordulóval a bajnokság vége előtt. Szép jó napot! Nyuszi Várcsik rá! Fiatalosan! Különleges születésnapi eseményre érkezett Salgó Tarján polgármestere. 100. születésnapját ünnepelte Bobágy Gyula, Vastól és Aranytól díjas újságíró. A köszöntésre felsorakoztak néhányan a barátok és a kollégák közül is. Nyuszi bácsi, mielőtt bármit is mondanék, engedd meg, hogy egy kis meglepetéssel kedveskedünk neked, jó? Köszönöm szépen. Foglaljál helyet. A meglepetés pedig egy Csongrádi Béla közíró által összeállított idézett gyűjtemény Kántor Zoltán színész tolmácsolásában. Az összeállítás rendkívüliségét az adta, hogy klasszikus idézetekkel összefűzve részleteket sorakoztatott fel Bobágy Gyula írásaiból. Az első párosításban Radnóti Nem tudhatom című verse volt a felütés. Tudom, merre mennek, kik mennek az úton, és tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröső fájdalom. Radnóti Miklós. Igen, amilyen, azt szeretjük benne. Völgyét zugaival, dűlő hegyeim boruló erdeivel. Ahol lettünk, váltunk emberré. Ezt szeretjük városunkban, Salgótarjánban. Hát nem igazi öröm, lelket vidító e helybe, hegyben szült városért oly sok vitát, mely örömöt, bánatot rejtett, mégis győzelmet aratott. Jogos hát e szó, szép ez a város. Bobágy Gyula. Nyuszi bácsi, ezzel a idézett csoporral szeretnénk neked egy egészséges éveket. Köszönöm szépen. És azt gondolom, hogy amiket te írtál, az mind úgy igaz, amit leírtál. A polgármester után jöttek a további köszöntők, majd kötetlen beszélgetésben kézről kézre járt az eseményt megörökítő dokumentum, és előkerült a Magyar Újságírók Szövetségétől kapott méltató levél is. Nagy örömmel jöttem el Salgótarján megyei jogú város önkormányzata és a magam nevében is köszönteni Bobár Gyulát 100. születésnapi alkalmából, hiszen a Bobár Gyula név az egy fogalom a városban. Bobágy Gyuszi bácsi az, aki a korrekt és színvonalas újságírást mindig fontosnak tartotta, és azon kívül, hogy ő mindig korrektül írt az írásaiban, sok újságírót tanított, sokan nőttek fel az ő szárnyai alatt, és ami a mai napig is szinte az írói életét mutatja, hogy most a beszélgetések során is a város élete foglalkoztatja, ő tanácsokkal lát, akar ellátni, és természetesen a mai napig ír. Bobágy Gyula azon újságírók közé tartozik, akik soha nem fogynak ki a témákból. Az elmúlt években már a közösségi hálót is meghódította publikációival. Éppen azért vagyok most bajban, mert a gépem, a számítógépem hát egy kicsikét rosszalkodik, és várom majd Gazsit, hogy hozza rendbe, és már 3 téma nálom már az agyamban megszületett. Benne van, most már csak még le kell rögzítenem. És hát tudod, ez a szakma olyan, hogy keresni kell mindig azt a pontot,
amelyiknél a fordulat bekövetkezik, és az a fordulat pozitív legyen az egész munkához. Nem jellemző a nagynevű újságíróra a bezárkózás az emberek, barátok felé sem. Fancsik János doktor a 60-as évektől barátnak számít. Mi azért emlékszünk még a förszteri idők Salgó Tarjánjára. Gyula akkor már fölnőtt ember volt, én akkor voltam tinédzser. De ketten nem dupla annyi mindenre tudunk emlékezni, hanem megsokszorozzuk egymás emlékeit. Jól el tudunk beszélni a régi Salgó Tarjánról. Majdnem mindenkit ismerik, akit ő ismert, ő ismeri mindazokat, akit én ismertem, és ami nem jut eszünkbe, és egyre többször előfordul, hogy neki se jut eszébe, meg nekem se, de ha az egyikünknek, akkor aztán utána a lavina megindul, és akkor... jókat beszélgettünk a városok. Ezek a közös visszaemlékezések újabb jegyzeteket szültek. Bobágy Gyula készül ezek feldolgozására is. Témában van egy jegyzetem. 14 nagyszerű emberről. Nem lesz egy hosszú, rövid lett jegyzet lesz, de a szívemet teszem bele, mert csodálatos munkákat láttam tőlük. Azon kívül van természet rendjéről, és Salgó Tarján környékéről mondani valóm, de a legfontosabb, hogy a városról akarok beszélni. Salgó Tarján nagyon büszke lehet magára, én mondom, hogy simán kiárna Salgó Tarjánnak is egy bátor város, vagy Magyarország megtartásában kiemelkedő szerepet játszó város, mert hogy megszolgált ez a város, és itt ugyanúgy, mint ahogy Balassagyarmaton a helyi polgárok, itt pedig a bányászok viselték a vállukon, meg a ipari munkásság viselte a vállán ezt a terhet, úgyhogy gratulálok a Salgó. Az 1919-es karancstetői harcokat felidéző előadásában mondta ezeket az összegző mondatokat dr. Négyesi Lajos ezredes hadtörténész Salgó Tarjánban. A Dornyai Béla Múzeum a honvédő események 100. évfordulójához kapcsolódóan rendezett tudományos emlékülést, melyre neves előadókat hívtak. A témakutatókat és az érdeklődőket elsőként Sah Gabriella múzeum igazgató, majd Dániel Zoltán alpolgármester köszöntötte. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy városunkban ilyen komoly szaktekintélyeket köszönhetek, mint a mai előadóink. Azt gondolom, hogy nem az én tisztem a konferencia szakmai hátterét, az előadások tudományos jelentőségét megítélni, ám laikusként is hatalmas örömömre szolgál, nem csak, hogy városunk múltja ilyen nagy érdeklődésre tart számot a kutatók körében, de még inkább, hogy Salgó Tarján adhat otthont a mai eseménynek. Az alpolgármester emlékeztetett arra, hogy 2004-ben konferenciát rendeztek ebben a témában, melynek anyagát könyvformájában foglalták össze a következő évben, 2006-ban pedig dokumentumfilm készült az önkormányzat támogatásával, Honvédő Salgó Tarján címmel. Az előadások hadtörténeti és társadalomtörténeti szempontból is vizsgálták az akkori eseményeket. Csésebestyén Kálmán főlevéltáros például a bonyolult társadalmi történéseket, a lakosság különböző rétegeinek élethelyzeteit, életérzéseit elemezte. Lehet itt kronológikusan is öröm volt 18. november, aztán kétségbeesés 19. január, aztán elszántság 19. május, így is fel lehet fogni. Azonban ez a három dolog, ez azt hiszem, hogy egymás mellett egymást átszőve minden hónapban jelen volt. Öröm volt, hogy hazajöttek háború után a katonák, de üresek voltak az üzletek. Fosztogatott a lakosság, szervezkedtek a kommunisták, sztrájkoltak a bányászok, munkásszázadok alakultak. Közben a csehek egyre délebre húzták a demarkációs vonalakat. Salgó Tarján ekkor került stratégiailag fontos helyzetbe. Balassagyarmaton januárban lezajlottak az összecsapások, és utána azért az Ipoly az megfelelő természeti akadályt képzett. Itt pedig a Salgótáni medencébe bevezett északra bevezető völgy és vasútvonal adta a legjobb lehetőséget a csehek számára, hogy támadjanak. Tehát ezért Salgó Tarján volt a legfontosabb pont ebben az időszakban.
A konferencián az egyetemi adjunktus a karancstetői harcok részleteit mutatta be. A továbbiakban pedig a Hadtörténeti Intézet neves munkatársai beszéltek a hadjárat földrajzi jellemzőiről, vagy például a páncélvonatok szerepéről. Az ünnepi emlékülést a Harcárán is című kiállítás ismertetése tárlatvezetéssel egybekötött megtekintése zárta.